Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! 2024. január 11-én új hold a bakban. Misztikus és gyakorlatias dolgok keveredése. Ráadásul az év első új holdja, amelyet erősít a Mars, és ez nekem nagyon tetszik. A Mars itt bőség energiát ad a megvalósításhoz. Tehát ez itt egy nagyon-nagyon jó lehetőség az álmok valóságá válásához. A legtökéletesebb pillanat elkezdeni dolgozni az újévi fogadalmakon például. Új év, érdemes belevágni az új dolgokba. Ami nekem itt még nagyon-nagyon tetszik, hogy ezt az új holdat támogatja az Uránusz. Az Uránusztól várható valamilyen pozitívum olyan területen, mint barátok, közösség, technológia. Ráadásul az Uránus segít nekünk leküzdeni a félelmeket, a bizonytalanságot. Most is érdemes 3 darab kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendenst, és természetesen a holdjegyet is. Szűz. Nos, a szűz is az egyik favorit. Miért? Mert földjegy. És új hold a bakban. A bak is földjegy. Ráadásul a szűzeknek ez az új hold az 5-ös szektort érinti. Hát ez a legkellemesebb szektor. Minden, ami minket boldoggá tesz, az ide tartozik. A szerelem, a gyermekek, az utazás, a nyaralás, a hobbi, a szórakozás, az ide tartozik. Tehát ezen a területen várható valamilyen lehetőség, valamilyen újdonság, új szerelem akár. Na nézzük, a fekete macskák mit mondanak nekünk. Nos, hát szerelem, tessék, itt a szerelem, nagy árkánum, 6-os, a szerelmesek, tehát kihúztuk a szerelmet, kihúztuk a boldogságot, kihúztuk a partnerséget. Valamilyen jó dolog várható. Megyünk tovább. Jó kis erős kártyát kaptunk. 8-as, érmék, tehát értékek. Értékek jönnek az értékek, tehát érmék először is, pénzről van szó, de valamilyen értékes dolog beléphet az életünkbe. Például egy értékes munka. Egy olyan munkahely, ahol minket megbecsülnek. Nagyon jó tovább menni tanulni, vizsgázni, amikor kijön ez a kártya. Nagyon jó. Nagyon jó valakivel szövetséget kötni. Lehet a munkahelyünkön, lehet valakivel összeállni és egy új vállalkozást indítani, tehát szövetségest keresni, valakivel megegyezni valamiben, és elkerülni például akár a bíróságot. Nagyon jó kis kártyákat kapunk. Na nézzük csak, mi van itt még. Ó, a hold, új hold és a hold. Hát ez a kártya kellett természetesen. Ráadásul még egyszer megmutatom a dobozkámat. Ugyanaz a kártya van a dobozkánkon is, ugye? Ugyanaz. Ez dupla siker. Ez dupla lehetőség. A hold. Maga a titok. Például akár most új holdkor fény derülhet valamire. Valamit megtudhatunk, egy fontos információt kaphatunk. A hold maga az otthonunk. A hold maga az édesanyánk. Lehet, hogy az édesanyánk életében történik valamilyen fontos esemény. Lehet, bejelenti az édesanyánk, hogy férhez megy. Itt a szerelmesek, itt a hold, az édesanyánk, ez is benne van. A gyermekáldás is egyébként benne van a levegőben, mert ez a kártya maga a terhesség kártyája is. Nos, mi csoda kártyák. Misztikus kártyák.
Nem hiába ez az új hold is ilyen, ezért misztikus. Megyünk tovább, az uralkodó nagy árkánum, erős kártya. Na most nagyon gyakran ez az uralkodó kos. Lehet, hogy egy ilyen személy fontos szerepet fog játszani itt az életünkben. Lehet, hogy ez egy új személy, lehet, hogy még nem ismerjük. Lehet, ő az új főnökünk. De az biztos, hogy ilyen tekintélyes. Az biztos, hogy tehát a hatalom a kezében van, az ővé az utolsó szó. Megbízható. Megbízható. Ő a támaszunk lehet. Húzzunk csak még egyet. Milyen érdekes kombinációk jönnek itt ki. Nagyon érdekes kombinációk. Lehet, hogy bizonyos helyzetben a szűznek ilyennek kell lenni, mint az az uralkodó. Vagy ilyen is lesz. Tehát így hozza az élet, hogy a szűz uralkodó lesz. Ő fog irányítani, ő fog dönteni. A kezébe veszi az irányítást. Akár otthon, akár a munkahelyen, akár a vállalkozásában. Ugye? Tehát hármas kardok. Na nézzük csak. Ilyen jó kártyák után kijött egy ilyen kártya. Szúrós, fájdalmas kártya. Amikor kijön ez a kártya, akkor vagy nem tudunk megegyezni valakivel, mondja a kardok, ez maga a beszéd. Lehet, hogy hárman vagyunk egy bizonyos dologban, és nem tudunk megbeszélni. Tehát mindenkinek más a véleménye, nem tudunk egyet érteni. Ilyen is lehet. Vagy valaki csalódást okozhat nekünk. Valakiben csalódunk. Valakiben, vagy valamiben. Ez is benne van. Lehet, hogy ez lesz az, ami kitudódik, amire fény derül, mert ugye a hold kártya, ez maga a titok, és itt kiderül, hogy valaki valamit a hátunk mögött csinál, valamilyen csúnya dolgot, vagy egyszerűen kibeszél a hátunk mögött, pletykál a hátunk mögött, mert a kardok, ez maga a pletyka is. A kard, ez maga a virtuális világ, maga az internet. Tehát ezen a területen is lehet még valami. Húzzunk csak ide még egyet. Húzzunk. Hát, ha segít valakinek ez a bizonyos kártya. Nagyon erős kártyát kaptunk, ász. Az ászok nagyon erősek. Az ász megint csak lehetőség. Olyan lehetőség, mint az új hold. Tehát itt kaptunk egy megerősítést. Viszont miért szeretem ezt a kártyát? Mert maga az erő. Tehát itt lesz az a bizonyos kard a kezünkben, amivel legyőzzük a problémákat, megoldjuk a problémákat, lezárjuk a konfliktust például ezzel a karddal. Hogyne? Hát ez egy hatalom a kezünkben. Ez lehet információ. Egy bizonyos információ is nagyon nagy hatalom lehet a kezünkben. Jó kártyát kaptunk. Még valami van itt a levegőben. A kardok, ez egyébként levegő energia. Még van itt valamilyen titokzatosság. Van itt valami, amit a kártyák nem nagyon akarnak nekünk megmutatni. Tehát az a fenti erők még valamit titkolnak. Tehát misztikus macska tarot. Na nézzük csak, hogy ők mit mondanak. Hát a főpapnő. Így van, amikor kijön ez a főpapnő, akkor van egy titok. Tehát kettő darab titkunk van. A hold, a 18-as, nagy árkánum, és a kettes a főpapnő. Ráadásul, amikor az univerzum el akar titkolni tőlünk valamit, amikor blokkolni akarja az információt, akkor a főpapnőt küldi. Nos, kardok, amit még szeretnék mondani, kardok, ez maga a dokumentum. Ha valamit aláírunk, azért érdemes odafigyelni, érdemes elolvasni azt a szerződést, érdemes esetleg szakemberhez fordulni, mert a főpapnő is ez szakember lehet. És megtudni pontosan a dolgokat, mert tényleg, amikor kijön a papnő,
a papnő, akkor valamilyen titok van a háttérben, valamilyen információ el van titkolva. Valamit nem akarnak nekünk elmondani. Valami van a háttérben. Plusz információ valakinek lehet, hogy segít a hatoshoz, a szerelmesekhez hozzátartoznak a szeretők is, a harmadik fél. Jó? És azért húztunk egy hármast, egy szúrós kardokat, ez egy plusz információ valakinek, mert ugye az ötös szektor maga a szerelem, tehát azért érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra. Tehát még egyszer, van valamilyen titok a háttérben. Hogy ez valakinek pozitív vagy negatív, ez már egyéni dolog, ugye ahány élet, annyi forgatókönyv. De amit még szeretnék mondani, a papnő, a fő papnő, itt papnőt ír, ez maga a fenti áldás. Azért szeretnek minket a fenti erők. Amikor kijön ez a kártya, érdemes odafigyelni azokra a jelekre, amiket küld nekünk az univerzum. Ez lehet egy álom. Ez lehet egy szám, valamit meglátunk. Tehát valamilyen jel lehet. Érdemes ilyenkor egy picit megnyugodni, egy picit háttérbe vonulni, egy picit úgy fogni ezekkel a bizonyos radarokkal azt az információt, amit küld az univerzum. Az univerzum mindig küld nekünk jeleket. Csak ebben a rohanó világban nem vesszük észre, még a saját gondolatainkat sokszor, a saját belső világunkat sem vesszük észre. Jó kis kártyát húztunk. Tehát van itt valamilyen misztikum, valamilyen titokzatosság van itt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!